Jó reggelt kívánok! Lovas Judittal folytatjuk a műsort a híradót követően, az énpénzem.hu szerkesztője és közgazdász. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! A kormány nem volt túlságosan egyértelmű akkor, amikor az autóhitelesek megmentéséről beszélt, miközben ugye döntéseket ismertetett, úgyhogy szerintem nem árt, hogyha rendet rakunk ebben, mert hát legalábbis, ha a sajtót figyeltük, még az újságírók, akik ott voltak Varga Mihály sajtótájékoztatóján sem pontosan értették, hogy akkor most mi mennyi. Most már lehet tudni pontosan, hogy mi mennyi? Az elhangzottak alapján ugye azt a következtetést lehet levonni, hogy hát gyakorlatilag ugyanazon az árfolyamon fogják forintosítani az autóhiteleket, mint amilyen árfolyamon a lakáshiteleket, a jelzálog hiteleket forintosították. Tehát akkor nem a mai árfolyam az érvényes ebben, hanem visszanyúlunk az időben. Igen. Hát ugye valószínűleg összezavart mindenkit ugye az a kijelentés, hogy piaci árfolyamon forintosítanak, de ehhez ad a kormány, illetve a bankok közösen egy támogatást, és az így kialakult árfolyam lesz az, amin végül át fogják váltani. Ez egyébként praktikusan azt jelenti, hogy az az árfolyam, amin a jelzálog hiteleket. Itt nem csak az autóhitelekről van szó, ez is félreérthető lehet, mert mindig mindenki igazából arról beszél, mert itt a személyi hitelekről, a személyi kölcsönökről is beszélünk. Arányosítva egymással szemben a kettőt, melyik mekkora tömböt képvisel ebben a csomagban? Hát szerintem körülbelül fele-fele lehet az arány, és nem csak az élő szerződéseket, hanem azokat is, tehát gyakorlatilag amik követeléskezelőnél vannak még állományok, tehát gyakorlatilag a felmondott szerződéseket is, amelyeket még nyilván tartanak devizában, azokat is forintosítják. Azért azt fontos elmondani, hogy amíg nincs törvény, és nincs leírva a szöveg, hogy ez pontosan hogy néz ki, azért addig ne legyünk ebbe teljesen biztosak, hogy ez egészen pontosan hogy fog kinézni, mert mindenkit emlékeztetnék arra, hogy amikor a jelzálog hitelek forintosítása volt, és az elszámolás volt, akkor hogyha 25-ször nem módosították a különböző jogszabályokat. Tehát hoztak egy törvényt, majd még egyet, majd nem tudom hány rendeletet, ami az előzőeket is módosította. Tehát ugye az ördög a részletekben rejlik, de nagy vonalakban most ezt lehet látni, hogy a svájci frankos hiteleknél nagyjából 257 forint, 256 forint, 46 fillér, ha jól emlékszem, és az euró hiteleknél pedig 308 forint, nem tudom hány fillér. 97. Igen, tehát majdnem 309 forint lesz az, amin át fogják váltani december 1-jével ezeket a hiteleket. Itt a kedvezményes árfolyam az, hát némiképp, hogy mondjam, csalóka. Ugye 309 forint 20 fillér az euró hitelek esetében. Az igen, az 23 fillér, pontosan. És akkor most itt van a kedvezményes árfolyam, és hát szabad szemmel nem látszik a különbség. Igen, a svájci frankos hiteleknél van egy jó 10%-os kedvezmény. Tehát nyilván ugye ezt úgy számolták ki, hogy ugyanannyi legyen az árfolyam, mint a jelzálog hiteleseknek, amit ugye tavaly ősszel határoztak meg. Ez az árfolyam és a múlt szerdai árfolyam, az a múlt szerdai piaci árfolyam, és ehhez képest adják majd ugye a támogatást, az MNB fogja adni, vagy biztosítja majd a devizaforrásokat az átváltáshoz. Azt azért, szóval egy kicsit furcsálom a történetben, hogy ez most ugye 31 milliárd forintba kerül, hogy ugyanaz legyen az árfolyam, mint a jelzálog hiteleseknél. Ez 31 milliárd forint, fele a kormány, fele pedig a bankoknak a számláját fogja terhelni, tehát nekünk adófizetőknek ez jó 15 milliárdba kerül. Az, hogy nagyjából egy évet késlekedtek ezeknek a hiteleknek az átváltásával, tehát nem ugyanakkor nem egy ütembe tették ezt meg a jelzálog hitelekkel, ez most sokba kerül mindannyiunknak, és nagyon sokba kerül azoknak az autó és személyi hiteleseknek is, akik amikor januárban elszállt, ugye főleg svájci frankos hitelesekről beszélek, akkor elszállt az árfolyam januárban, azóta is ezen a brutál magas árfolyamon törlesztenek. És ki nagyon tudja, mi lesz még december 1-ig. Nagyon sok bedőlt hitel van ezek között. Nagyon sok. Hitelek között. Azért kérdezem, mert ugye azt lehet tudni, hogy mondta is már az előbb, hogy azok a hitelek, amelyek már bedőltek, azok is ebben a konstrukcióban a hitelezők maguk érvényesíthetik az átváltásra való jogukat. De hát ez nem oldja meg a problémájukat. Hát nem, tehát akinek, tehát a hátralékosok problémáját nyilván nem fogja megoldani. Tehát önmagában
a tartozás az valószínűleg ugye kevesebb lesz, tehát hogyha ha átvált, tehát most ezek ilyen telefonszámok, hát most mihez képest? Ugye, mennyivel lesz kevesebb? Hát mihez képest? A maihoz képest, hát a felvettek, vegyük alapul, bár mindenki, aki maga fölvett hitelt, azt szereti számolni, hogy ennyit vettem fel, és mennyit kell fizetni. Igen, átlagosan 160 forint körül vették fel. Nézzük visszafelé a dolgot, igen. Tehát ahhoz képest, amilyen állományt most nyilván tartanak az ő neve alatt, hitelállományt, ahhoz képest mennyi lesz majd, mennyivel lesz kevesebb? Hát ahhoz képest nagyjából a svájci frankosok esetében egy 10%-kal. Tehát de aki nem tud fizetni, akkor ezt sem fogja tudni fizetni valószínűleg. Nyilván ezt sem fogja tudni fizetni, igen, és valószínűleg nagyon bosszúsak lehetnek azok is. Tehát ugye ne felejtsük el, hogy amikor volt a devizahitelek esetében ugye az elszámolás, a forint hiteleknél ugye most zajlik, és amit visszakaptak az elszámolásban az ügyfelek, tehát akiknek még fennálló tartozásuk van, tehát még élő szerződése, az autóhiteleseknél, személyi kölcsönöknél. Tehát egyértelműen ez a pénz visszatérítés, amit megkaptak, azt egyértelműen elvitte az árfolyam miatti gyengülés. Tehát ők egy fillért nem érzékeltek abból, hogy az elszámolásból ők bármit is visszakaptak volna, mert hiába kaptak vissza, és lett volna kisebb a tartozás, az árfolyam miatt ugyanannyit fizettek. Ez itt is úgy van, mint az ingatlan hiteleknél volt, hogy arról kell nyilatkozni, valaki nem kéri az átváltást, mert egyébként automatikus? Igen, automatikus, de önkéntes, ellenben az ingatlan hiteleknél ott hiába nyilatkozott valaki, hogy ő köszöni nem kéri. Tehát ott a törvény erejénél fogva, egyszerűen forint hitellé vált. Ha neki volt olyan felmutatható devizatartaléka valamilyen számláján, igen, akkor kaphatta ezt. Igen, igen, igen. Lehetett hivatkozni. Valóban, de tudunk arról, hogy nagyon sokan küldtek olyan levelet a bankjuknak, tehát most nem 1-200-ról beszélek, hanem bőven ezrével olyan levelekről, amik arról szóltak, hogy ők ezt nem fogadják el. A törvény itt egyébként nem engedte ezt meg, tehát nem hagyott nekik erre lehetőséget. Itt megengedi a törvény, tehát hogyha valaki nem szeretné, akkor majd, amikor decemberben megkapja a levelet, akkor 30 napon belül nyilatkozhat arról, hogy ő köszöni nem kéri milyen ezt a forintos hitelt. Milyen racionális okok szólhatnak a mellett, hogy ne kérje valaki a forintos hitelt? Hát, hogy racionális vagy nem, azt nem tudom, mert nem vagyok jogász, de azt azért látjuk, hogy azokat a devizahiteles pereket, amelyeket felfüggesztettek itt az elszámolás idejére, azokat nagyon sokan folytatni szeretnék. És van olyan elképzelés, aki szerint, ha ő ebbe belemeg, meg elfogadja, akkor ez egy új hitelszerződés, már nem tudja akkor megtámadni. A régivel kapcsolatban nincs érvényesítő joga. De hát van, mert az is egy érvényes szerződés volt. Tehát ha az nem volt szabályos, akkor ugyanúgy támadhatja. Én azt gondolom, hogy ezek a devizahiteles perek, ezek olyannyira nem egyértelműek, és jogilag annyi fogás van, valószínűleg a szerződéseken, és az, hogy a kormány ezt hogyan oldotta meg, hogyan állította le a több mint 10 000 pert, ezen nagyon sokan fogást látnak, és majd meglátjuk a jövőben. Hát azt kell mondanom, hogy a kúria sem nyilatkozott gyakorlatilag egyöntetően, tehát nem volt egyöntetű vélemény arra nézve, hogy itt mit lehet megfogni ezeken a hiteleken, és mit nem, milyen perek azok, amik továbbra is mondjuk folytathatóak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek így lesz folytatása. A többségnek ugyanakkor tényleg megszűnik ez az árfolyam kockázat, ráadásul ugye elhangzott, hogy ugyanazon a kamaton kell nekik ezeket a most már forint hiteleket, ami hát most már könnyű, mert hiszen tényleg nagyon alacsony a forint kamatszint. Visszakanyarodva az alaptémához, tehát, hogy itt vannak az autóhitelek, meg itt vannak a személyi kölcsönök, a fogyasztási hitelek tulajdonképpen. Ezek milyen hosszú lejáratúak? Itt ugye nagyon régre visszanyúló történetek is előkerülnek időnként, ilyen 2007-2008-ban felvett hitelek futnak még mindig autókra. Igen. Hát gyakorlatilag már maga az autó sem ér egy petákot sem. Valóban számtalan olyan történetet tudunk, ahol sokkal nagyobb a fennálló hiteltartozás, mint amennyi az autónak az értéke. Ilyenkor mondjuk, hogyha a végrehajtásra kerül sor, akkor a végrehajtó nyúl más eszközök után is? Azt mondja,
az autó nem ér ennyit, tehát akkor nézzük az ingatlan, nézzük az ingóságokat? Hát igen, tehát ugye az ingatlanhoz nem tud nyúlni, mert hiszen ezeket a végrehajtásokat is felfüggesztették, és az adósok is mindent elkövetnek, hogy jogi úton próbálják meg egyrészt megakasztani az eljárást, másrészt ők perlik be a bankot, és azért tényleg el kell mondani, hogy nagyon sok szerződés, nem az összes, de nagyon sok szerződés az sok sebből vérzik. Tehát amikor se árfolyam nincsen, valójában kamat sincs, tehát szinte semmi nincsen a szerződésbe beírva, akkor sok jogász talál ezen fogást, és tehát nem véletlen az, azt azért szeretném elmondani, nagyon fontos, nem véletlen, hogy 2 évvel ezelőtt, ugye a választások előtt, amikor a kormány próbált a bankokkal megegyezni, hogy hogyan lehet a jelzálog hiteleket forintosítani, elszámolás mi legyen, egyáltalán oldják meg ezt a problémát, tehát akkor még nem tudtuk, hogy ez lesz belőle, ami most lehet. A bankoknak az volt a legfőbb kérésük a kormánnyal szembe, hogy állítsák le a devizahiteles pereket. Ezeket a kormány leállította. Ezek a perek ma nem folynak, de hogy hogyan fognak folytatódni, amikor vége ennek az elszámolási történetnek, hát egyébként nagyon, tehát törvénnyel szabályoztak nagyon sok mindent ezekkel a perekkel kapcsolatban, tehát már nem lehet, már a leállított pereknek a nagyon nagy részét egyszerűen nem lehet ott folytatni, ahol leállították őket. Kisebb lett a jogi mozgástér nyilván. Sokkal kisebb lett, valószínűleg tehát kevés lesz az, amit úgy érdemben meg tudnának kérni. Helytálló volt az a vélekedés? Ugye volt ilyen, hogyha ezek a perek végigfutnak és általánossá válik egy ítélet nyomán, hogy hasonló szerződéssel rendelkezők szintén bírósághoz fordulnak, az a magyar bankrendszer összeomlásához is vezethetett volna? Ezt azért nehéz megmondani, mert sem a szerződések nem voltak egységesek, sem a bankoknak a egyáltalán az eljárása nem volt egységes, de nem csak a bíróságok viselkedése sem azonos ügyekben. Így van, és azt is látni kell, hogy még egy bankon belül is, tehát itt azért több mint 10 éves időtávról beszélünk, hogy hogyan változott a szerződés, az eljárás, tehát hogyan finomodott, tehát mennyire volt selejt, hány százaléka azoknak a szerződéseknek. Tehát ugye azt lehet mondani, hogy egyrészről ezek gyakorlatilag mindegyik egyedi eset, és egyenként kellene megvizsgálni, ez nyilván időben, kapacitásban, pénzben nagyon sokba kerül mindenkinek. Ezért is cél volt, hogy ezek megszűnjenek, tehát alapvetően, mint megoldás, az, hogy legyen egy generális megoldás, azt gondolom, hogy mindenkinek jó lett volna. Természetesen a generális megoldás nem mindenkinek jó, tehát azt is látni kell. Egyére szabottan talán nem, társadalmilag valószínűleg jobb megoldás lett volna. Igen, azt viszont lehet látni, hogy főleg az autóhitelek esetében azért vannak olyanok, akik akár a PBT előtt, ugye ez a pénzügyi békéltető testület, ami a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti rész szárnyai alatt működik, ott is, de akár perekben is, meg peren kívüli egyességben nagyon sok egyesség születik autóhiteleknél, ahol tehát azért nem mindenhol kell persze azt gondolni, hogy oké, akkor a 90%-át elengedi a bank, és hanem tehát meg lehet valamilyen szinten fizethetővé teszik a hitelt. Például, de van ilyen is, olyan is. Tehát van nagyon nagy elengedés, van olyan, ahol csak a részletfizetésben állapodnak meg, tehát vannak egyedi egyességek. Most pedig átváltás lesz. Most átváltás, igen. Devizáról forintra. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen.